Itt a vasútállomáson fogták el a rendőrök azt a 61 éves székesfehérvári férfit, akit csak Szombathelyen 8 idős embertől vette át az unokájuknak szánt pénzt. A sérteteket, vagy sértett jelölteket egy nő hívta fel, ismeretlen nő hívta fel, és az unokájukként bemutatkozva pillanatnyi pénzzavarra, balesetre, átmeneti olyan helyzetre hivatkozott, hogy pénzre van szüksége hamar, gyorsan. A telefonáló azt mondta az áldozatoknak, hogy egy ügyvéd vagy a barátnő édesapja megy a pénzért, aki fél órán belül meg is jelent a nagyszülő lakásán. Előfordult, hogy a pénzért a bankba is elkísérte az idős embert. Tehát rendkívül professzionális szinten űzték, és a cselekményt. Dunántúl több városában jártak a csalók, eddig 20 sértetről tudnak a rendőrök. 2 és 600 ezer forint közötti összegeket kértek, de volt, aki 3 millió forintot adott át a férfinak. A telefonáló nőt még keresik, a férfit a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, 5 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat. A rendőrség azt kéri, ha valakitől hasonló történettel pénzt kérnek, ellenőrzésképpen hívja fel hozzátartozóját, így kiderül, hogy az valóban bajba került-e. Ilyennel találkoznak, akkor hívják a rendőrséget, hiszen az eredményes felderítésben nagyon sokat segített nekünk, hogy az egyik sértett, miután megkapta a telefonhívást, hívta a kollégáimat, és így sikerült 10 percen belül elfogni az elkövetőt. Egy várpalotai bűnöző az áramszolgáltató munkatársának adta ki magát, azt mondta, visszatérítést hozott, de kifosztott egy 84 éves asszonyt. A rablót negyed óra alatt elfogták a rendőrök, 10 éves börtönbüntetést is kaphat. Elkapták azt a férfit is, aki egy éjszaka alatt Sében és Toronyban 13 autót rongált meg.